Lehetnek nehezebb a dolga, hiszen ugye miután 4-2-re Krasz megnyerte az első egyest, így mint az, hogy esély maradjon az elődöntőre Belgiumnak, ahhoz bizony most neki Csisznát kell megverni, ami azért nem lesz könnyű. Még akkor is, hogyha Csizi nem fut olyan nagy szezont vagy idényt az idén. Csisznál fogja kezdeni ezt a meccset. Na. Lesz-e páros, vagy véget ér ezzel az egyénivel? Ó, 2-5-ös. 30. Száz. A világ. Ez eddig eléggé lehangoló Csisznán részéről. 100. Ó, ez is megint egy hármas. 42. Mi történt Dave Csisznállal? Negyvenegy a dobás, 120 a maradék. Nagyon jó. 20-as. Az is. Dupla 20. Még mindig van azért nyila, biztos 3. De ezt nem lesz több is. Hát a Csizi, igen. 97, 160-ra jön le. Hát biztos 3. 20 pontot meg kell oldani belőle. Ói, dupla 7. Nincs meg! Na, a Csizinek 160-ra most van lehetősége. Az milyen lenne? Igen, eddig Csisznának volt 2 magas kiszállója, 134 és 140, ebből nem lesz, ugye? 160-ra megy le, legalább jött a tripla 20-as. De nézzük azt a dupla 7-et. Kívül. Az is kívül. Bedobja a harmadikra. És azonnal brékelni tudja Csisznát. Second leg, Belgium to throw first. Game on. Size.
az már jó. 140. Na, az is nagyon jó, mind a kettőben. 180! Na. Nézd már, hát ezt... 180! Ez nagyon érdekes, ugye 100-180-nal kezdett Dimitri Vandenberg, míg... Még a 18-as, 93. Látod, megint így is ő van előbb kiszállom. A kezdés. Nézd meg, összerakta magát. 134. Na most van nehéz helyzetben. Dimitri 128-at meg kéne oldani. Tripla 18, vagy sima 18, mind a kettő jó. Tripla 20 bull. Megvan, és a bull. Ó, 103 a dobás. Ezek nagyon jók, ezek a képek, hogy mi mutatják őket. Na, dupla 20-ra két nyíl. Vissza tud brékelni? Dupla 10. Bedobja! 1-1. 12 nyilas hátulról. Az az első leg után, hogy tudott egyből egy 12 nyilas dobni? De az úgy, hogy az első leg, az hát így a 12 nyilassal jött föl 86-os átlagra. A 39-nél nem volt nagyobb dobás, majd, hogy nem. Nézd, meg ilyen az öt. 95! Van, ez legalább... Igen, de... Ezért érdekes játék ez a darts. Ó, de jó, kezd. 140. 100-as, bocsánat. Én ma adtam neki még 40-et. Arrébb meg is mondja is, hogy ezt elkapkodta. 81. Ez nagy küzdelmes mérkőzés lesz ez. Százas, igen. 116 fölött az első 9 nyila Dimitrinek. 134! Nem lesz kiszálló így. 57. Gizinek most egy kisebb előnye van. Pont is, és a kezdésből is. Ha csak nem csinál ilyet. Á, berakta a tripla 20-ast. 3 triplával 60. De szép volt. Kicsit arrébb kocsogott. Igen, teljesen egyforma. Na nézzük, 25-ös vagy bull. Megvan. Tripla 20, dupla 20. Sima. Aj, ez egy ötös lett. 75-je marad, de nézzük a 121-et. Ragasz, se húzom. Száját. Nagyon jó. Tripla 11, vagy sima 11. Meg benne van. Dupla 14. Bedobja! 121-ről. 15 nyilas hátsó pályán. Újabb break. Eddig csak hátulról tudtak, hogy hátulról nyertek. Ebben csak break volt, igen. Game on! Na? Nézem meg, hogy ez hanyadik 100 fölötti volt Belgiumnak. A második. 60. És jön egy 60-as kezdés, amit megint meg lehet bosszulni. Igen. De nincs Csizinél sem, a tripla 19-es. Az jó egyébként, mert az ott még nem nagyon rontott. Nem, igen, az a 134-ek jöttek. Ó, de jó. 140.
96. De jó. Kell még egy tripla, akkor kiszállom van. Meg is dobja. 140-nel 161-re megy le. Na, megjön a leváltás, de most szektort téveszt. És aztán nem jó a tripla, 19. Az lesz, bizony, és ki is dobja. 71. Betobja a végén, így kiszállóra tud lemenni. Pici esélye lehet. Ezt a csak öltöző szekrénynek dőlt meg, körömrágás, csak nem izgul egy kicsit sem. Se. Bedobja a 32. Eszébe se jut, hogy mondjuk dobáljon, nézd oda. Ez óriási képen. Rofrosz gyakorol, ő meg támasztja a szemét. Bedobja! Na most már ő is ott rádobni. Nyolccal sikerült kezdeni. Két tripla bement, de hát ez megint ugye az egyes szektor. És ugye ezek a rontott dobások mutatják azt, hogy valaki milyen formában van, vagy éppen milyen passzban. Nem a legjobban. Na, de most talán visszajön. 81. Nem jön vissza. Látszik is, és le is lassították, igen. Benne van egy ilyen plusz mozdulat neki még utána. Beleránt egyet. 19-es viszont jön, 81, 160-ra megy le. Dimitri már szerintem a saját kezdésével lesz elfoglalva. Na, és most meg bedobja. Bedobja a 160-at! Most meg tudák, de most meg így jön. Igen, de nincs rendben, tehát ez látszik. Nincs, igen, tehát igen. Ő is, és saját magán is érzi, hogy most nem, ez nem a, nem az ő, ez nem az ő periódusa vagy időszaka, viszonylag régóta tart. Nice. Megint le a 19, ez most nem jön. 58, nincs tripla. Mindenek 140-nel. Igen. 80. Tomasz volt annyira mozgott még a tripla 19-esbe is. Csoda, hogy nem esett ki annyira. Háj, de jól játszik most Dimitri. 122. Ez 15, még mindig csak kevés, nagyon kevés, csak egy százasra tudott fölzárkózni Csizi. Ugye neki vissza kellett volna brékelnie.
92, 53 a maradék. Nagyon nagy szerencséje van Csizinek ezzel az egyessel, még épp, hogy kiszállón tudott lenni. Nézzük. Dupla 18 még mindig. Nem dobja be! Na most kellene a full extra Csisználtól. Az első nyíl jó, tripla 19. Azt nem jó, 88-a van, tripla 20-ra vissza. Az megvan, maradt a 28. 36-ra ismét három nyila van. Dupla 9. Dupla 9 még mindig. Elhibázza! Na! Uha! Nyárni kell még arra a párosra egyelőre. Dupla 14. Hát a bedobja. Nem, rákoncentrál Csisznál. Ó, 11-es lett! 17 pontja van. Dupla 8. Bedobja! Igazi dráma. Igazi dráma. 3-1-re vezetett Vandenberg, és kezdhetett a partimány nyerését. Hát jó, hát dobja. Na nézzük, mert eddig Csizi nem nagyon brillírozott a kezdéseibe. És egy ötössel kezd. Tripla 20-as jön utána, 125. 140 a válasz. Hihetetlen. Hát ez 15 egészen, pont. Hát ez egészen elképesztő, amit Dave Csizna művel. Csak meg tudja büntetni Dimitri. Jön a tripla 19. És kibasszon! De így is előnye van a hátsó pályáról. Pont eltalálta a tollat. Két tripla kell Csizinek. És nem jön neki a tripla. Az utolsóra igen, 100. Le tud-e menni kiszállóra Vandenberg itt? Ez most nagy kérdés. Meg az, hogy milyen kiszállóra. Megvan a tripla. Dob még egyet. 180! Az előbb sem volt probléma. És megint egy egyes. És így nem tud lejönni kiszállóra. Hangyila biztosan van 104-re. Az előbb már a homlokát nyomta a táblához. Kim Hybrex hátul a gyakorlóterembe. Egyes. Az nagyon jó. 46 pontja van. 32-re lekerekített. 220-ra jön Csizi. Ez egy első tripla megvan. Az tripla ötös. 135. Csak hogy most tudott-e annyi terhet rakni a fiatal Dimitri nyakába, hogy kihagyja a 32-t. Újabb három meccs nyíl. Kívül van. Bedobja! Jön a páros. Jön a páros. Csak hogy még izgalmasabb legyen. 14 nyilassal. De jó meccs volt. Átlagok 91-25 és 86,86 volt Csizié.
Ami nagyon nagy különbség, az az első 9-nél több mint 16 pont van Dimitri javára, 107 a 91 ellenében. Egy szoros meccset láttunk, ugye, tehát egyleg döntött. Most képzeljük el, hogyha Csiznán mondjuk csak fele annyira van olyan formában, hogy mondjuk tavaly volt az év elején.